furcsa az, hogy egy kisgyereket, mondjuk egy 2,5 éves kisfiút fürdőnadrág nélkül hagysz a strandon szaladgálni a homokba, mert itt már a 6 hónapos kisbabákat is felöltöztetik fürdőruhába. Teljesen. Ez a Kalandvágyból külföldre podcast Dórával. Bea informatikus és egy kaliforniai ösztöndíj hozta elő belőle a kalandvágyat. Korábban nem is gondolta, hogy egyszer külföldön fog élni, de az ott töltött idő sok egyéb szempontból is szemléletformáló volt számára. Egy éve Kanadában él férjével és 3 éves kisfiúkkal, de hamarosan tovább állnak, hogy hová, kiderül az adásból. Ha tetszett ez a rész, nyomj egy lájkot is, hogy ne maradj le a továbbiakról, iratkozz fel a csatornára. Bürmös Beáta vagyok, Magyarországon, Szegedben nőttem fel. Informatikusként végeztem, és dolgoztam is programozóként. Ilyen pénzügyi alkalmazásokat fejlesztettem, főleg befektetési bankoknak. Ösztöndíjjal voltam kint egy évet Kaliforniában, közvetlenül miután befejeztem az MSC-t. Aztán visszamentünk Budapestre, az akkor már férjemmel, már ő is jött ki velem. És onnantól kezdve folyamatosan azonnal agyalunk, hogy hogyan jussunk vissza Kaliforniába, illetve ez kicsit változott az évek alatt, de ez a vágy, ez bennünk van, hogy mi nem akarunk Budapesten maradni akkor 60 éves korunkig, hanem még valami hiányzik. És lettetek egy kanyar Kanadában. Az az igazság, hogy az évek alatt rájöttünk, hogy nem olyan könnyű az USA-ba legálisan kijutni, nagyjából így lehetetlennek tűnik. Másrészt nagyon jó volt fiatalon, egészségesen gyerek nélkül egy évig Kaliforniába, de amúgy az USA nem az az ország, ahol annyira családdal a legjobb élni. Miért nem jó családdal? Nagyon-nagyon drága az egészségügy, meg az oktatás. És így ez a kettő az épp elég nagy teher ahhoz, hogy ne ott akarjon az ember gyereket felnevelni. Szóval időközben született egy kisfiunk, aki most 3 éves, és onnantól kezdve már az is fontos volt, meg hát nyilván, ugye mi nem nagyon járunk orvoshoz, de azért ő igen, meg még fog is valószínűleg, szóval ott nem tudjuk ezeket megspórolni, hogy jó, hát egy évig akkor nem költünk orvosra. És hát nyilván iskolás is lesz majd, úgyhogy igazából a tengeren túlra próbálkoztunk. USA-ba, Kanadába, Ausztráliába, Új-Zélandra nekünk. Ezek voltak a nagy álmaink, és hát mind a 4 ország álmunk volt, és nem teljesen mindegy volt, hogy hova, de Kanadába kaptunk először lehetőséget, úgyhogy eljöttünk. Miért pont ezek az országok voltak az álmaitok? Mi az, ami vonz benneteket? Mondjuk egyébként tök jó a szakmátok, tehát azzal aztán tényleg a világ bármely pontján el lehet helyezkedni. Én egyébként nem gondoltam korábban, hogy külföldön akarnék élni, még amikor elkezdtem az egyetemet, meg befejeztem, meg az első gyakornoki munkahelyemet kerestem Magyarországon, és ez az amerikai ösztöndíjas csak adódott úgy, hogy hallottam róla, és akkor kijöttünk, és nekem onnantól kezdve lett szerelem az óceán, a nyugati part, Észak-Amerikában. Hát Új-Zéland meg Ausztrália, azok ilyen utazós álmok voltak, és Ausztráliába el is jutottunk 3 hétre, ami nagyon-nagyon kevés volt, és azóta is visszavágyom. De hát adott volt, hogy angolul beszélünk mind a ketten. Azért az is adott, hogy ezekben az országokban nem olyan egyszerű kijutni, egyikben se így hosszú távú munka vállalási célból. De ezek voltak, amikről azt éreztük, hogy na ezért érdemes költözni. Hogyha ide lehetőséget kapunk, akkor érdemes így otthon felszámolni mindent, és itt újra kezdeni. És azért ez egy küzdelem, és valahogy Európában egyik ország sem vonzott annyira, hogy azt éreztük volna, hogy azért megéri. Szóval ez részben ilyen szerelem. Nem tudom, próbáltam megmagyarázni, de egyszerűen csak megfogott Kalifornia, és nem csak Kalifornia, hanem az óceán, a hegyek, a nyugati part itt Amerikában. És ez hasonló, nem teljesen ugyanolyan, de hasonló az egész nyugati partnak a légköre, a természeti adottságai. Hát az időjárása nem, az itt kicsit rosszabb. Kaliforniáról mesélj. A természeti adottságokon, a természeti szépségen kívül mi volt még, ami ennyire tetszett neked, hogy úgy érezted, hogy oda te vissza akarnál menni, és ott tudnál élni?
Szerintem részben kicsit az időzítés, meg a személyes dolgok miatt is, hogy az volt az első olyan évünk a férjemmel, amikor nem egyetemisták voltunk, hanem elkezdtünk dolgozni, sokkal nagyobb szabadságunk volt, így hétvégére magunknak szerveztük a programokat, nem az volt, hogy vizsgára kell tanulni. Szóval, hogy így ez az érzés, de egyébként is San Francisco mellett éltünk, mert ott kaptam gyakornoki munkát a Szilícium Völgybe, ahol egy csomó cég indult, két naponta egy új cég, vagy hát ilyenekről viccelődtek, és nagyjából amúgy igaz is volt, szóval nagyon alapból a környezet, az emberek olyanok voltak, hogy mindenki kipróbált mindent. Én ott tettem így magamévá olyan dolgokat, amikre korábban sose gondoltam, vagy így természetes volt, hogy jó, hát befejezek egy egyetemet, akkor nyilván ezt fogom életem végéig csinálni, és hogy nem, egyébként ez nem nyilván, és egy csomó ember egy csomó mindent kipróbálhat, változtathat, és ilyen, úgymond ilyen apróságokat, ilyen szemléletbeli dolgokat tívtam így magamba. Az utazásnak a szerelme is innen jött, én korábban nem gondoltam volna, hogy így a környező országokon kívül olyan sok helyre el fogunk jutni, mert hát egyébként így nem ezt láttam magam körül sem a családban, hanem hogy van ugye Horvátország, ami nagyon szép, oda járunk nyaralni, és tényleg nagyon szép, de hogy akkor jöttem rá, hogy én eljutottam Amerikába, akkor így eljuthatok máshova is. Szóval ilyen döbbenetek sora volt nekem az az év, és hát emellett meg Kalifornia gyönyörű, hatalmas, magyar szemmel kicsit felfoghatatlan is messziről, hogy mekkora. Van óceánja, hegyei, vulkánja, mamutfenyőerdei sivatagjai, és egyébként nagyon imádunk túrázni, és azt is ott kezdtük még jobban. Találkoztunk egy csomó utazóval, amerikaival is, meg nem amerikaival is ott a nemzeti parkokban, akik 60 évesen túráztak, meg 6 hónapos kisbabával túráztak, és az is így formált a szemléletemen, hogy hát egyébként nem csak 20x évesen lehet utazgatni, hanem hogy így nagyon sok lehetőség van, amire én így nem gondoltam alapból, mert nem úgy nőttem fel, hogy ezek számomra természetesek voltak. Egyébként könnyen barátkozós, könnyen ismerkedős ember vagy? Hát nem tartom annyira, annak a férjem sokkal inkább az, de ott úgy éreztem nagyon egyébként, hogy alapból úgy boldogak és nyitottak az emberek, aminek szerintem a napsütéshez is köze van, mert Kaliforniában tényleg nagyon sokat süt a nap, és elképesztő, hogy mennyire keveset esik az eső. Így a boltba elkezd beszélgetni az eladó, mert hogy miközben ott lehúzza a dolgokat, akkor egy kicsit dumáljunk. Szóval nem lehetett bezárkózni, vagy hogy úgy éreztem, hogy így én is szívesen válaszolok. Egyébként én ilyen szempontból már olyankor könnyen ismerkedek, ha valaki kezdeményez, talán a kezdeményezés az, ami nekem nehezebb, főleg, hogyha látom, hogy a másik olyan nem olyan könnyen megközelíthető. Kanadában mikor költöztetek pontosan? Tavaly szeptemberben költöztünk ki, és hát viccesen úgy szoktuk emlegetni, hogy most a férjem teljesítette az ígéretét, mert annak idején a kaliforniai ösztöndíjat azt én kaptam, és oda ő jöhetett ki velem, mint hozzátartozó, és most fordítva volt Kanadával, hogy ő kapta a munkalehetőséget, én pedig egyébként a kisfiammal voltam otthon Magyarországon, úgyhogy én most ilyen csatolmányként jöttem vele. Mennyire nehéz kisgyerekkel költözni. Már 2 éves volt, amikor kiköltöztetek. Gondolom, hogy nagy ellenállás nem volt benne, hát vittétek és ment. Nem. Nem is tudom igazából, hogy mennyire fogja fel, hogy pontosan hol van Magyarország, vagy hogy persze szoktunk a nagyszülőkkel beszélni, meg volt látogatóba a húgom, és akkor kérdezte, hogy hova ment haza, de hát abból a szempontból volt nehéz, hogy nekünk nagyon sok mindent kellett az elején intézni, ugye lakást keresni, meg ilyen hivatalokba menni papírokért, és várni, és szerződéseket aláírni, és akkor mindenhova vittük őt is, és egy nyűgös 2 éves kisgyerek nem feltétlen könnyíti meg azt, hogy elintézzünk bármit, ez a része nehéz volt, de amúgy nem ő nehezített. Elsősorban a költözésen szerintem ez mindenképpen nehéz, főleg, hogyha messzire és nulla cuccal, vagy hát 2 bőrönnel jöttünk, úgyhogy mindent innen kellett előről. Mi az, amit Magyarországról intéztetek? Mit tudtatok így előre leszervezni a költözés kapcsán? Hát lényegében a vízumot meg a munkahelyet az volt, ami adott volt, és semmi mást, mert annak idején már Kaliforniában megtapasztaltuk, hogy nem tudunk lakást keresni előre sem, ennyire sem, mert annyira gyorsan elfogynak, hogy kár.
hogy utazásunk előtt egy-két nappal volt, hogy ráírtunk üzenetekben ingatlanosokra, meg akik hirdettek lakást, hogy na megnézhetjük-e 2-3 nap múlva, az úgy esetleg, úgy egy-két lebeszélt időpontunk volt, de ezen felül más nem, mindent itt kellett beszereznünk, papírokat is, ilyen azonosítókat, helyieket, azokhoz is be kellett személyesen mennünk, úgyhogy azokat sem tudtuk előre. Egyedül a munkaengedély volt meg a férjemnek, meg aztán én is azt még a határon kaptam meg belépéskor, úgyhogy még azt sem tudtuk előre megkapni. Ugyan már volt némi tapasztalatotok így Amerikával kapcsolatban, de volt-e valami, ami ilyen sokként ért, vagy annyira szembetűnően más volt ott Kanadában, mint amit eddig tapasztaltál? Most például ilyenre gondolok, beszélgettem egy hölgyel, aki már azóta hazaköltözött Kanadából. Ő nagyon panaszkodott arra, hogy mennyire szabadon az emberek a szexualitásukat kirakatba rakják, és akkor beszélt szinte pucéran rohangáló emberekről, meg minden sarkon enyelgő párokról. Szóval, hogy őt ez így kifejezetten zavarta. Ez azért vicces, hogy pont ezt kérdezed, mert van egy ehhez kapcsolódó történetem a nyáról, de pont a fordítottja, mert én egyébként pont ezt hittem, hogy igen, Kanada az ilyen liberális ország, hogy itt így félig felöltözve szaladgálnak az emberek, de egyébként nem. A nyáron a strandon jöttem rá, hogy furcsa az, hogy egy kisgyereket, mondjuk egy 2,5 éves kisfiút, fürdőnadrág nélkül hagysz a strandon szaladgálni a homokba, mert itt már a 6 hónapos kisbabákat is felöltöztetik fürdőruhába teljesen, és ebből nem volt semmi, csak így kíváncsiságból kérdezte valaki, hogy honnan vagyunk, és mondta, hogy abból találtak ki, hogy európaiak vagyunk, mert hogy azok szokták. Tényleg. A gyereket a strandon. Hát nem gyerek még, igazából félig baba, de hát. Szóval, hogy ez itt nem divat, és hogy amúgy a monokinizés sem divat annyira, mint amennyire én látom például, hogy Horvátországban, Görögországban, nem tudom, ott azért nem feltétlen mennek nudista strandra az emberek például ahhoz, hogy monokiniben strandoljanak. Itt nem nagyon láttam, itt van egy-két híres nudista strand, ami az első között van, nem voltam ott egyébként, meg hát nem. Egyébként az év nagy részében is strandidő azért, úgyhogy annyira sok idő nincs ezt megtapasztalni, de hogy nem egyébként a strandokon, nem. De nem is strandról mesélt, hanem hogy így az utcán. Tehát. Hát azt meg nem tudom, nekem nem igazán tűnt fel az utcán különbség így egy átlagos európai városhoz képest, hogy másképpen. Hol éltek Kanadában? Vancouver vonzás körzetében élünk. Burnabyban egyébként, ez így össze van nőve igazából Vancouverrel, és még 8-9 másik kisváros is össze van nőve vele, úgyhogy... De van olyan, amit úgy nehezen szoktatok meg? Vagy esetleg még a mai napig sem? Azt nem válaszoltam még meg, hogy meglepő volt, mert azt hittem, hogy a kaliforniai tapasztalatok után nem nagyon fogunk semmin meglepődni. És ennek ellenére a kultúrsok ugyanúgy behatott, és sokszor hasonló dolgokra, mint amiket már egyszer átéltünk Amerikában, csak az régen volt. És hogy így igen, az elején ilyen apró dolgok, és ilyen, hát most már azt mondom, hogy érthetetlen módon nagyon zavartak, de nyilván nem. Például az, hogy nincs finom kenyér, nincsen trappista sajt, és ezek ilyen tök lényegtelen apróságok, de hogyha minden reggel sajtos kenyeret eszek, akkor nem. Akkor nem annyira lényegtelen, mert akkor ezt így meg kell szokni. És ilyen dolgokból sok volt. Hát, ami még itt új volt, az az eső, és azt nem is sikerült megszokni most arra sem. Tudtuk, hogy esős klíma, meg fűvös, nem hidegebb, mint a magyar, de hogy sokkal többet esik. De azt nem tudtam előre így elképzelni, hogy ennyivel többet esik, és hogy ez mennyire van hatással a hangulatunkra. Meg hát arra is, hogy nehéz egy kisgyerekkel szakadó esőbe hetekig hova menni, vagy lekötni az energiáit, és így ezért is nem mondhatom, hogy jó, akkor én olvasok nyugodtan egy sarokba most 2 hétig, mert nem. A legrosszabb esős időszakok az elmúlt évben ősszel voltak meg tavasszal. Tél egyébként én jobban élem meg a telet itt, mint Magyarországon, mert a hegyekben hó esik, és nagyon közel vannak a hegyek, és nagyon szép havas tájakat láttunk. Amúgy pedig az esőerdők, ja hát a sok eső, konkrétan itt esőerdők vannak, amik örökzöldek, és azok télen is nagyon szépek, és ott zubognak a vízesések, szóval, hogyha hűvös is van, de azért így ki lehet menni, és olyan helyre lehet menni, ahol úgy jó,
élvezet ott lenni, csak hát szakadó esőben azért ott sem. Mennyi időre tervezitek Kanadát? Jó ennek az interjúnak az időzítése, mert most már tudok válaszolni, hogy nem sokáig leszünk itt. Ugyanis kapott a férjem egy másik munkalehetőséget, mégpedig Ausztráliában. És ez már korábban alakulóban volt, csak hát ezek nem olyan gyorsak ezek a dolgok, úgyhogy még itt a papírmunka az még mindig tart, de most már reméljük, hogy konkrétan egy-két hónapon belül el fogunk költözni egy másik helyre, ami szintén nagyon-nagyon nagy álmunk volt, és az egyetlen olyan dolognak is megfelel, ami itt nagy szívfájdalmunk, ez az időjárás, és hogy azért nem azt képzeljük el, hogy egész életünkben egy ilyen klímán tudnánk élni. Mi azért szeretjük a meleget, meg a napsütést mind a ketten, és így Kaliforniának is ez a varázsához azért hozzáadott nagyon sokat. A mindenféle mérges állatok, kígyók, rovarok, pókok nem riasztanak vissza Ausztráliától? Engem egyáltalán nem. Ez is egyébként ilyen kaliforniai dolog. Én ott találkoztam először azzal, hogy vadállatok vannak így körülöttem, amikor túrázok, csörgőkígyók, medvék, pumák, és nem nagyon volt afférunk egyikkel se, láttunk néha egy-kettőt, de így valahogy annyira, ez is ilyen felszabadító élmény volt, hogy egyébként itt vannak csörgőkígyók, és én meg itt túrázok, és ez tök jó. És egyébként nem, akkor sem féltem, és azóta sem félek vadállatoktól. A szüleitek, a kis babátoknak a nagyszülei mit szóltak ahhoz, hogy ilyen messze éltek a kis unokával, és nem láthatják őt, amikor csak akarják? Hát nem örültek neki. Ennek a részének azért mi se örülünk, mert ez nehéz azért ideális esetben többször látná a nagyszüleit nyilván, ha ott lennénk. De hosszú távon annyira azt éreztük, hogy valahol fel kell egy olyan életet építeni, ahol 60 meg 70 éves korunkban is azt fogjuk érezni, hogy itt úgy mindennel együtt megvan a teljesség, és ezt valahogy nem találtuk meg otthon. Egyébként nem azért jöttünk el Magyarországról, mert hogy milyen rossz volt ott, de így valami azért hiányzott. És vannak kompromisszumok, amiket azért meg kell tenni, és ehhez szerintem az egyik legfájdalmasabb kompromisszum az ez, hogy akkor így nincsen közel a család, és ez nekünk is nehéz nyilván, de így még nehezebb egyébként, hogy van egy 3 éves kisfiunk, de most egyébként nagyon jó élmény volt, hogy a húgom jött látogatóba hozzánk, és akkor viszont nagyon sokat voltunk együtt, és nagyon intenzíven, mert ugye folyamatosan itt laktak nálunk, úgyhogy egy kicsit ez reményt is adott, hogy egyébként hosszú távon ez így tud működni, hogy lehet kapcsolat, csak másként kell megszervezni, mert ritkábban fogunk találkozni, viszont akkor hosszabb időre és többet leszünk együtt, mint egyébként otthon, amikor mondjuk egy napokra vagy egy délutánokra találkoztunk. Jártok haza? Most szeretnénk hazamenni, mielőtt kiköltözünk Ausztráliába, de hát ez egy nehéz pont volt. Egyenőre nem voltunk azóta otthon, hogy kijöttünk, és nem is tűnt valószínűnek, hogy olyan könnyű lenne. Ugye itt is utazgattunk a nyáron, hát azért jöttünk ugye alapból ki, hogy itt éljünk, és lássuk ezt a helyet, csak hát nincs túl sok szabadság, és ahhoz egy olyan munkahely kellene, aki együttműködik abban, hogy lehessen dolgozni mondjuk távolról, ami az IT-ban nem elérhetetlen, csak mi ugye munkaengedéllyel jöttünk ki, ami egy adott céghez köt, és amit ők megengednek, az meg van engedve, amit nem, az pedig nincs egyenlőre. Amíg nem ér el az ember egy magasabb státuszt, mondjuk egy állandó letelepedést, addig nem válthat szabadon munkát, úgyhogy egyenlőre ilyen megkötésekkel vagyunk azért kint, és így nem olyan könnyű. Honvágy, mint olyan, van-e bennetek időnként? Most már nem. Az elején, az első hónapokban én nehezen viseltem. A férjem az sokkal könnyebben egyébként. Ő valahogy rugalmasabb érzésvilágú, vagy könnyebben alkalmazkodik. Nem tudom, melyik a jobb szó, talán mind a kettő igaz rá. Én nagyon ragaszkodom dolgokhoz, és most is nagyon kötődöm már egy év után is a mostani otthonunkhoz, meg itt a környező helyekhez. Hogy Ausztráliában, majd Kanadában lesz honvágy. Igen, biztos vagyok benne, hogy hiányozni fog. Szóval én az első hónapokban nagyon vágytam vissza így a Budapestre, a barátainkkal töltött, családdal töltött időre, a Balatonnál, az egész minden
előtte nyáron volt, és amit már búcsúként éltem meg, mert már tudtuk akkor is, hogy majd jövünk, ha amint a vízum meg lesz. De egyébként azóta nem, azóta így konkrétan, mintha elvágták volna ez a 2-3 hónap után, amikor így a kultúrsokkos dolgok is lecsillapodtak, megszoktuk, hogy az a normális, ami itt a normális, onnantól így nem. Hát a család hiányzik, de ezt én nem honvágynak mondanám, mert akárhol lennének, hiányoznának. Említetted, hogy két bőröndel költöztetek. A ruhán kívül mi az, amit okvetlenül és mindenképpen vinni fogsz magaddal, mondjuk Ausztráliában, amikor tovább mentek? Van-e olyan tárgy, vagy bútor, darab, vagy nem tudom, amit mindenképpen bele kell, hogy legyen a bőröndbe? A kisfiamnak a plüsmacia és a legkedvesebb játékai. De ezen kívül így a hivatalos iratokon kívül semmi olyan tárgyi dolog nincs, amit így mindenképpen, hát nyilván a laptopjaink meg ezek a hasznos dolgok, de engem pont ez a két költözés így arra döbbentett rá, amikor előtte otthon is pakoltam, hogy valójában a fontos dolgok azok nem a tárgyak, és hogy azok inkább csak terhet jelentenek, mert hova rakjam, kinek adjam, minek őrizgettem, most nincs szívem kidobni, de nyilván nem viszem el a világ másik felére, és valahogy annyira megváltozott a szemléletem ebben, meg ugye úgy is jöttünk ki, hogy nem tudjuk, hogy mennyi időre maradunk. Egy 2 éves munkaengedély volt, ami adott, és aztán majd meglátjuk, hogy így nem is kezdtünk el gyűjtögetni, vagy így nem teszem tárgyivá a dolgokat, amik fontosak, mert tudom, hogy nem úgy kell megőrizni őket, mert nem fogom tudni őket elvinni, ha elmegyünk egyszer. Utolsó kérdésem, hogy van-e olyan történet, amit így megosztanál a hallgatókkal, ami már ott Kanadában történt veletek? Érzem ezt szomorú. Hát ez nem egy konkrét történet, de választok egy vidámat akkor, mert most pont most múlt el a nyár, és nagyon sok kedves emlékem lett, és az egyik az az, hogy kétszer voltunk így 2 hétre sátorral kempingezni, amit én korábban egyszer próbáltam, még akkor nem volt a férjem, szakadt az eső 3 napig, és mondtam, hogy soha életemben többet nem fogok sátorozni. Ez is a nyár közepén volt egyébként Ausztriában. És azóta eltelt 10 év, és szóba sem került a sátorozás, de most Kanadában megint. Részben azért, mert ez a legolcsóbb és a legrugalmasabb utazási forma itt, és amúgy nagyon sokan kempingeznek lakóautóval vagy sátorral, és nagyon jó élmény volt. Néha fáztunk azért még nyáron is a hegyekbe, de nagyon jó volt kisgyerekkel is, nagyon élvezetes volt a kisfiunkat is nézni, ahogy lelkesen viszi a szögeket, ezeket a kis leszúró boszokat, meg mindenfélétől lelkesen segít a sátort felállítani, akkor ott együtt aludtunk a sátorba, és nagyon szép helyekre jutottunk el, és így úgy éreztem az idő alatt, hogy egy mese országba járunk. Megyünk kicsit arrébb, leverjük a kis sátrunkat megint, és egy újabb gyönyörű helyet fedezünk fel, és alig vannak emberek, mert Vancouveren kívül egyébként nem egy sűrűn lakott tartomány Brit Columbia. Fenyvesek vannak, hegyek, csodálatos tavak, és mi pedig itt sátorozunk, és így ennek a hangulata szerintem nagyon-nagyon sokáig velem fog még maradni, és ezt szeretném hozzákötni elsősorban ehhez az évhez, és elvinni innen magammal ezt az érzést, meg emléket, amilyen ez az időszak volt, ez a nyári sátorozás. Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.